Az elvégzett munkálatoknak köszönhetően jövőre már 120 éves színházépületünk minden szempontból megfelel majd a legmagasabb szakmai elvárásoknak, lehetővé teszi a modern, technikákat használó vendégelőadások fogadását, és természetesen a műszakilag az eddiginél magasabb színvonalú, még látványosabb produkciók létrehozását. Bár sokaknak egészen hihetetlennek tűnhetett, hogy a munkálatok valóban befejeződhetnek idén decemberben. Örömmel jelentem, hogy a kivitelezés a szerződésnek megfelelően haladt, és szilveszteri bemutatónkra a Szibirre már valóban itt, a megújult nagy színpadon kerül sor. A színházi kultúra segítségével, a modern színjátszás eszközeivel ajtót nyitunk a jövőbe is. Sőt, a projekt jellegéből fakadóan úgy nyitunk ajtót a jövőbe, hogy egyúttal a kultúra segítségével a határokat is lebontjuk, és lehetővé tesszük, hogy a két nagyváros, Debrecen és Nagyvárad kulturális értékei jobban megismerhetőek legyenek polgáraink által. A forgószínpad, a hang- és fénytechnika korszerűsítése mind-mind azt szolgálják, hogy a művészi minőség mellett a technikai feltételek is adottak legyenek a teátrum évszázados hagyományaihoz méltó színjátszáshoz. A fejlesztés azonban természetesen nem csak a színházba járók számára jelent majd mérföldkövet. 30. évfordulóját ünnepeljük a rendszerváltásnak, a kommunista diktatúra megszűnésének Magyarországon és Romániában egyaránt. Ez a mai esemény is szimbolizálja ennek az évfordulónak a jelentőségét. Most emlékeztünk meg a 30 évvel ezelőtti temesvári forradalmi eseményekről, amelyek visszafordíthatatlan társadalmi változásokat indítottak el Romániában. Az elnyomás alóli felszabadulás után, a 90-es évek elején szinte azonnal 1992-ben kötött testvérvárosi megállapodást Debrecen és Nagyvárad, az együttműködés gazdasági, oktatási, turisztikai célok mellett hangsúlyosan jelölte meg a kulturális kooperációkat. Az elmúlt 27 évben egymást követték a közös kulturális események. A Csokonai és a Szigligeti társulata gyakran játszik egymás színházaiban, de a kultúra más területein működő intézmények is szoros kapcsolatot alakítottak ki, gondoljunk csak a Déri Múzeum és a Körösvidéki Múzeum együttműködésére. Arra azonban, hogy közös akaratból, uniós és helyi forrásból, Nagyváradon és Debrecenben egy időben fejlődjön a színházi élet, eddig még nem volt példa. A mostani beruházást, amely a Szigligeti Színházat érintette, szorosan követi majd a debreceni Latinovics Színház befejezése, ahol a színjátszás mellett lehetőség nyílik a magyar és román kulturális értékek bemutatására és képzésre is. Bár lehet, hogy elcsépeltnek hangzik, de ez a kulturális összefogás, amelynek első mérföldkövénél állunk, most új hidat építhet a két város között. A híd másik debreceni pillérének építését 2020-ban kezdjük meg. Tisztelt jelenlévők! Debrecen arra törekszik, hogy települési kapcsolataival segítse a régió fejlődését, akár a kultúra, akár az oktatás, akár a gazdaság területén. Olyan lehetőség előtt állunk, amely évtizedekre határozhatja meg régiónk sorsát Európában. Most igazi esély kínálkozik arra, úgy érzem, hogy felzárkózzunk a kontinens legversenyképesebb régióihoz. Bízom benne, hogy ezen törekvésünkben nem csak Debrecen és Nagyvárad polgárai támogatnak bennünket, hanem a két ország kormánya is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, bízom abban, hogy a Szigligeti Színház közös fejlesztése csak az első lépés abban a folyamatban, amelyben együtt összehangoltan modernizáljuk majd régiónkat. Ebben a munkában Debrecenre mindig számíthatnak Nagyváradon és a bihari térségben élők. Akik közül is különösen magyar testvéreink erős késztetést jelentenek számunkra a további együttműködésre.